Szervusztok, elsősök! Monásó Tirén tanítónő vagyok, az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskolából. Mai témánk a számok összeadása 0-tól 5-ig. Figyeljétek meg a képet, látunk egy halmazt, ugye a halmazban 3 almát. Hány alma lesz a halmazban, ha még egy almát belerakunk? Ez a kérdés. Úgy számolunk, ugye, hogy 3 plusz 1 az egyenlő 4-jel. Tehát összesen 4 alma lesz a halmazban. A halmazban lévő almák létszámát, tehát összeadással számítottuk ki. A következő feladatunk, hogy hány cica van a képen. Összeadjuk a 2-t és az 1-et. Matematikailag ezt így írod le, 2 plusz 1 egyenlő 3. Tehát a válasz a képen 3 cica látható. Azt a matematikai műveletet, amikor valaminek az összességét számítjuk ki, az összeadásnak nevezzük, és a plusz jellel jegyezzük le. Azokat a számokat, amelyeket összeadunk, összeadandóknak hívjuk. Az összeadás eredménye pedig az összeg. Mint ahogy láthatod, a 2 plusz 1 egyenlő 3-at, itt föltüntettem ebbe a kék mezőbe, 2-es az első összeadandó, 1-es a második összeadandó, a 3-as pedig az összeg. A 2 és az 1 szám összege, ha azt mondjuk, hogy 2 plusz 1. Amikor az érték az egyenlőjel egyik oldalán azonos az egyenlőjel másik oldalán lévővel, az egyenlőségnek nevezzük. Tehát a 2 plusz 1 az ugye 3, annyi van a bal oldalon is, ha összeadod, illetve az egyenlőséggel jobb oldalán is a 3-asat látod. Következő módon is leírhatod, ha megfordítjuk, tehát a 3-at leírjuk, 3 egyenlő, 2 plusz 1-jel. Tehát az egyenlőség jobb és bal oldala akár helyet is cserélhet. Látjuk katicabogár ábrázolásával, hogy a levélen volt 2 katicabogár, hozzájött még 1, ezért mondjuk azt, hogy 2 plusz 1, és összesen 3-an lettek a levélem. Figyeljük meg a következő képet. 4 manó nézi a televíziót, egy pedig kukucskál be az ablakon, hozzájuk szeretne csatlakozni, amit meg is tesz a következő képen. Tehát 4-ükhöz csatlakozott még 1, vagyis 4 plusz 1 egyenlő 5-tel. A plusz helyett ugye mondhatjuk azt is, hogy meg, bár írásban mindig a plusz jelet írjuk. Tenyerünkön mutatjuk, tehát ha az egyik tenyérben van 3 korong, a másikban 1, és ezt összeadjuk, összerakjuk, akkor ezt úgy írjuk le, hogy 3 plusz 1 egyenlő 4-jel. Tehát az összeadás az azt jelenti, hogy hozzáteszünk. Következő képen volt 3 tojás a fészekben, a tyúkocska tojt még hozzá 2-t, tehát 3 plusz 2 lett belőle ugye 5 tojás. A következő képen a 3 kis csibe bújt a tyúkanyó alá, hozzáfutott még 1, lettek 4-en, tehát 3 plusz 1 egyenlő 4-jel. Következő ábránál ugye látjuk a halmaz elemeit, van benne 2 részhalmaz, az egyik részhalmaz tartalmaz 1 elemet, a másik 2-t, összeadjuk, hogy akkor összesen hány eleme van a halmaznak, 1 plusz 2 egyenlő 3-mal. A kék korongoknál a 4-est felbontotta 2 plusz 2-re, míg a 3-at leírhatjuk úgy, hogy 3 egyenlő 3 plusz 0-val. Következő feladatnál láttok piros és zöld négyzeteket, írjuk ezt le összeadással. Egy zöld, meg egy piros, azt úgy írjuk, hogy 1 plusz 1 egyenlő 2-vel. Következő sorban egy piros, két zöld, tehát 1 plusz 2 egyenlő 3-mal. Következő sorban 3 piros, 2 zöld, akkor azt úgy írjuk, hogy 3 plusz 2 egyenlő 5-tel. 1 zöld és 4 piros, úgy írjuk le, hogy 1 plusz 4 egyenlő 5-tel. Számegyenesen is ábrázoljuk a számokat, tehát a 4-et hogyan kaphatjuk meg összeadás eredményeképpen. 1 plusz 1 plusz 1 plusz 1 egyenlő 4, abban az esetben, ugye, ha egyessével lépkedünk. Adj össze az ábrák alapján, vagyis írjunk összeadásokat. Nézzük először, a békák ketten ültek ugye a levélen, de még 2 béka hozzájuk ugrott, tehát 2 plusz 2 az egyenlő 4-jel.
A madaraknál kettőhöz csatlakozott még egy, ezért 2+1=3. Három banán van az egyik rész halmazban, egy a másikban, mennyi az összeeleme a halmaznak? 3+1=4. Majd a levelek az egyik rész halmazban, majd üres a másik halmaz, akkor ezt úgy írjuk, hogy 5+0=5. Nézzük meg az ábrát, a kutyákat és a cicákat. Egy kutyus és kettő cica egy kosárban, ezt összeadással úgy mondjuk, hogy 1+2=3. Két almát és két banánt, ha összeteszünk egy gyümölcsös tálba, akkor ezt leírhatjuk matematikailag, hogy 2+2=4. Egérkék a cipőben, a három egérkéhez még egy egérke csatlakozott, hozzájuk jött, tehát 3+1=4. Négyen lettek összesen. Következő képeken mi történik? Összeadással számítjuk ki, hogy hányan lesznek összesen a békák. 2+1, ugye lesznek hárman. Meg is cserélhetjük, hogy 1+2, ugye az is hármat jelent. Itt az összeadandók ugye helyet cserélhetnek, habár erről majd külön fogtok még tanulni. 3 levél + 1 levél az 4 levél, ugyanakkor számolhatjuk úgy is, hogy 1+3, ugye az is 4. Halacskák 3+2, illetve 2+3 összesen 5. A fáknál 2 fenyő és 2 lombhullató, leírhatjuk, hogy 2+2=4. 3 fekete és 2 piros labda, akkor 3+2=5. És a bábuknál 3 piros és 1 sárga, ezért leírhatjuk, hogy 3+1=4. A következő ábráknál is az a feladatod, hogy írjuk le összeadással azt, amit a képen látunk. 2 egyfajta lepke + még 2 egyfajta lepke, az 2+2=4. A törpéknél egyiküknek piros a sapkája, kettőnek fehér, tehát 2+1=3. Gombákat adjuk össze, 3+2, az összesen 5. Fáknál 2+1=3. A virágok 2+3 virág = 5. 3 lufi, meg még 1 lufi, az 3+1=4. Levelek 3 zöld, 2 piros, 3+2=5. A nyuszikák 2 fehér, 1 sárga, tehát 1+2=3. Még a megyszem és az eper is azonos számban vannak, tehát 2+2=4. Írjunk összeadást a képekről, szintén a köröknek a színét kell megfigyelned, hány piros és hány kék. Az elsőnél láthatjuk, hogy ez 1+4=5. 3+2=5. 5+0=5. 2+2=4, és 3+1=4. Végezz el az összeadást a képek alapján. Két madárkához hozzárepült még egy madárka csipegetni, tehát az 2+1=3. Az asztalon van 3 sütemény, hoztak még hozzá 2-t, tehát akkor 3+2=5, majd 1 lufi + 4 lufi, az összesen 5. Számold össze az alakzatokat az alábbi képen, ugyanez a feladat, színek alapján, hogyan írjuk? 2+2=4. 3+2=5. Itt most nem baj, hogy nincsenek egymás mellett, a színeket kell megnézned, van 1 rózsaszínünk, 3 sárga, tehát 1+3=4. Itt is nincsenek egymás mellett, de attól függetlenül van 2 piros és 3 kék, tehát az egyenlő lesz 5 labdával. Adj össze a képek alapján, szintén mit látunk, 2+1=3, 3+0=3, és 2+3=5. Hány dinár van a malacpersejekben, számolt ki.
le kell ugye írnunk. Az első malac persejben látunk egy dinárt, ezért odaírjuk, hogy 1 plusz 0 egyenlő 1. Hány dinárt tettek a második malac persejbe? 2 plusz 1 plusz 1 dinárt, ez összesen 4. 1 plusz 2 lesz a következőben, összesen 3. 5 plusz 0 egyenlő 5-tel. Itt milyen pénzérméket látunk? 1 plusz 2 plusz 1, tehát egyenlő 4-jel, ha összeadod. Majd az utolsóban van 1 plusz 1 plusz 1 plusz 1 plusz 1 egyenlő 5-tel. Tehát összesen 5 dinárunk van a persejben. Így a számegyenesről összeadást. Ugye a számegyenesről azt tanultuk, hogy figyelned kell, hogy honnan indulunk ki, és milyen irányba mutat a nyíl. Tehát látod, hogy a kettesnél elindultunk, és hányat ugrott, hányat lépett? 3-at. Ugyanis a szakaszokat kell nézned, nem a számjegyeket, hanem hogy hány szakaszt ugrott előre. Tehát mondhatjuk azt, hogy 2 plusz 3 egyenlő 5. Az ötösig jutottunk. Következő számegyenesnél, az egyesnél indulunk ki, és 2 szakaszt ugrik előre a nyíl. Tehát úgy írjuk le, hogy 1 plusz 2 egyenlő 3. Következő számegyenesnél a nullától indult ki, a 4-et ugrott, tehát 0 plusz 4 egyenlő 4-jel, míg az utolsónál a 2-estől indul ki, és 2-t ugrik, tehát 2 plusz 2 egyenlő 4. Tehát így lehet a számegyenesekkel összeadni, számegyeneseken. Minden játék felkerül a polcra, írj róla összeadást. Az első feladatunk már meg is van oldva, tehát a játékok, különböző játékokat kell összeadnunk. 3 baba plusz 1 kacsa plusz 1 csibe, tehát 3 plusz 1 plusz 1 az egyenlő 5-tel. 2 plusz 1 plusz 2 az is egyenlő 5-tel. És akkor számoljuk ki, tehát most már képek nélkül, 1 plusz 1, használhatod akár az ujjaidat is, ha még szükséged van rá, tehát az 2. 4 ujjat plusz még egyet hozzáteszel, ez 5. 0 plusz 2 egyenlő 2-vel. 3 plusz 1, úgy számolod ki, hogy kinyitsz 3 ujjadat plusz még egyet, az 4. 2 plusz 3 az 5. 5 ujjat hoz, hozzáteszel semmit, vagyis nullát, az 5 lesz. 2-höz még 2-t, az 4. És egy ujjathoz hozzáteszel még 2-t, az 3. Számold ki, majd írd be a megfelelő kisebb, nagyobb vagy egyenlő jelet. Az ilyen feladatoknál ki kell számítani a bal oldalt, majd a jobbat, és utána hasonlítunk össze, fölé is írjuk az összeget, tehát a 2 plusz 3 összege az 5, 1 plusz 1 az 2, és természetesen az 5 nagyobb, mint a 2. 2 plusz 0 az 2, 3 plusz 0 az 3, tehát a 2 kisebb, mint a 3. 2 plusz 1 összege a 3, az 1 plusz 2 szintén 3, tehát egyenlő. 2 plusz 2, 4, 1 plusz 3, 4, szintén egyenlő. A szöveges feladat pedig így hangzik, Sárinak 2 labdája van, az öccsének pedig 1. Hány labdája van Sárinak és a testvérének összesen? Mikor ilyen szót hallasz a szöveges feladatban, hogy összesen, akkor mindig össze kell őket adni. Tehát itt van a 2 plusz 1 labda, az 2 plusz 1 egyenlő 3-mal. Tehát összesen 3 labdájuk van. Márta akváriumában 3 halacska van, az édesanyja még 2 halacskával ajándékozta meg. Hány halacska úszkál most Márta akváriumában? Tehát itt van a 3 halacskával az akvárium, anyukája adott neki még 2-t, tehát amikor adott, ajándékozott, hozzátett, ez összeadást jelent, ezért leírjuk, hogy 3 plusz 2 egyenlő 5-tel, tehát összesen Márta akváriumában 5 halacska úszkál. Foglaljuk össze, tehát mit tanultunk a mai órán? Azt a matematikai műveletet, amelyben a plusz jelet használjuk, összeadásnak nevezzük. 3 plusz 1 egyenlő 4, ebben az esetben az első összeadandó a 3-as, második összeadandó az 1-es, és összegnek hívjuk mindig a végeredményt. Köszönöm szépen a figyelmeteket!